Egy újabb vendéget köszönhetek itt az Audmax standjánál. Szervusz, Gitano! Csókollak benneteket, sziasztok! Ha jól tudom, akkor éppen nagy tervekkel érkeztél ide erre a hangfoglalásra, főleg ide az Audmaxhoz, hiszen vannak terveid a következő lemezt, illetve felvételt illetően. Jól mondod, igen, a napokban szeretném felvenni az új lemezemet, és ez gyakorlatilag egy 2-3 hétig fog tartani, és szeretnék egy Audio-Technika mikrofonparkot dobhoz elhozni az Audio-Technikától, úgyhogy ezügyben jöttem ide megnézegetni, hogy milyen cuccok is vannak itt, de remélem, hogy találok olyat, ami az én ízlésemnek megfelelő. Mi az, ami miatt az Audio-Technika mellett döntöttél, hiszen gondolom azért a pályafutás során jó néhány terméket kipróbáltál jó néhány gyártótól. Igen, igen, nekem van egy fajta elképzelésem dobhangzásról, dobszandokból, hogy mindenképpen ilyen tizellát rendezett dobhangot szeretem. Nem szeretem, hogyha kiemelni még külön a mélyét, külön a magasat, semmit. Egy sima, egyszerű, nyers dobhangot szeretnék felvenni, akár egy próbateremben. Ez nem feltétlenül szükséges elmenni stúdióba, mert maga a mikrofon tudja azt a dobszandot, amit egy próbateremben is lehet rögzíteni kellőképpen lehangszigetelt teremben. A tavalyi hangfoglaláson volt szerencsém végigkísérni, mind füllel, mind szemmel egy ilyen dobparkot felállítva, ugyanis a Bognár Zsolti keverte még a Special Providence-t, és az ő dobcucok az csak Audio-Technika mikrofonnal volt gyakorlatilag erősítve, és borzasztóan jó hangja volt. Tehát a lábdob az például úgy szólalt meg, mint egyik másik együttesnél sem. Igen, a Charlie bácsi szokta mondani, ez a bána szív hang, de viccet félretéve tényleg minden nagyon jó szól, tehát én nagyon szeretem ezt a fajta struktúrát, ahogy az Audio-Technika mikrofonok készülnek, mert gyakorlatilag nem nyúl bele a hangképbe, pont az a frekvencia, pont az a regiszter jön, amit nagyon szeretek én legalábbis személy szerint. Aztán, hogy a mások hogy vannak ezen, nem tudom, de én mindenkinek ajánlom, mert nagyon jó. Most milyen termék van, ami Audio-Technika részedről? Jól tudom, hogy egy fülmonitort használsz, talán M3-asat. Igen, igen, azt a 3-as szériából használunk fülmonitort. Nagy színpadon is nagyon szeretem, mert ugye az ember elkezdi magát visszakérni monitorba, monitor ládákba, akkor előbb-utóbb elkezd gerjedni, és a fülmonitor ezt akadályozza meg. Pont az Audio-Technika a fülmonitorban is pont azt a fajta frekvenciát, azt a regisztert adja vissza, ami zenélés közben nem zavar, nem irritál, nem sípol a fületbe, nem az az éles, idegesítő, vékony, kis cicergő hang, hanem van mélye, jó, nem késik a hang, teljesen jó, és nincsenek interferenciák, teljesen jó. A következő lemezen mit várhatunk tőled? Tehát merre fele tartasz, mint művész zeneileg? Lesz változás, vagy pedig maradsz aznál a stílusnál, amit megszokhattunk tőled? Mindenképpen nyitok új stílusok felé. A következő lemez gyakorlatilag full spanyolul fog elkészülni, spanyol szövegekkel, spanyol zenészek is lesznek rajta a többek között, de marad a régi zenekarom a Temesi Bercivel, a testvéremmel, a Nagy Lajossal, a Targergővel, gyakorlatilag Nyírő Áron barátommal, aki egy új tagja a csapatnak, Vidák Robi barátom, aki flamenco gitáros, és jó magam, és még egy-kettő flamenco taps és vokalista csaj fog csatlakozni a csapathoz. Ezek úgy fognak kinézni ezek a dalok, hogy Petőfi, Sándor és Arany János verseket fogunk megcsinálni spanyolul. Ezek a versek elkészültek, lehettek fordítva, és akkor ezeket megcsináljuk, de abszolút ilyen mai köntösben, picit ilyen Shakirás, Alejandro Sanzos és ilyesmi stílusban, de érdekes lesz. Ez egy nagyon érdekes és meglepő és újító elképzelés, hát várjuk sok szeretettel az anyagot. Nagyon szépen köszönöm neked, Gitano, a beszélgetést, és hát az Audio-Technikához pedig jó használatot és sok örömet kívánok. Nagyon szépen köszönöm én is, sziasztok!